Hello, itt Dusty! Ezúttal pedig a Mashiro Hiro Symphony című animét fogom nektek bemutatni. Egy nagyon kedves animém 2011-ből, ami első pillantásra egy klisé, romantikus három animének tűnhet, de itt nagyon megállja a helyét ez a mondás, hogy ne a borítója alapján ítéljünk meg egy könyvet. Amikor a fiúkat olyan helyre akarják engedni, ahová eddig nem volt szabad járniuk, akadnak olyan lányok, akiknek ez az ötlet nem fog tetszeni. Történetünkben két iskola dolgozik egy összeolvadási projekten. A Yuihime lány privát akadémia és a Kagamidai privát akadémia, melyben főhősünk Shingo is tanul. Az összeolvadás részeként összeállítottak egy osztályt a Yuihime akadémiában vegyesen a két iskolából. Ezzel szeretnék letesztelni azt, hogy a két iskolai diákjai hogyan férnek meg egymás mellett, ami a program sikerességét vagy kudarcát jelentheti. A fiúk jelenlétét azonban nem fogadja mindenki jól a lány akadémiában, de Shingo és a többiek igyekeznek minél jobban beilleszkedni. Grafikailag tetszetős. Az animációk elég átlagosak, de a karakterdizájn nagyon tetszett és a színek gyönyörűek. Nagyszerű atmoszférát adnak egy-egy jelenetnek, és mindig kellő hangulatot teremtenek, szóval azt kell mondjam, hogy grafika téren egy nagy pipa. A sorozat szórakoztató és elég normális, ami meglepően erős pontja az animének. Végig kellemes és nem próbál idegesítő kliséket felhalmozni, mint sok másik anime a műfajon belül. Nincsenek titkos, vámpíros háttérsztoriai vagy gyerekkori barátos kapcsolatok, és épp emiatt elég frissnek hat. A dráma meglepően erős része a sorozatnak. A jelenetek nincsenek eltúlozva, éppen olyan hatásosak, mint kell. Van még két nagy pozitív pontja az animének, ami nagyon bejött. A hangulata és a szerelmi szála. A hangulatot nagyban segíti természetesen a már korábban említett színvilág. Komorabb jeleneteknél kicsit mosottabbá válnak a színek, a vidámabbaknál pedig szinte vibrálnak. A romantika meglepően hiteles, és elég komolyan veszik a karakterek, ami ritkaság ebben a műfajban. A történet utolsó harmadára talán a keserédes jelző illik a legjobban. Beszélő egy szó ugyan, de nem árt, ha egy kicsit részletezem. Ritkán van olyan vidám esemény, ami mögött ne lenne valamilyen szomorúság, vagy olyan szomorú jelenet, ami mögött ne lenne némi öröm. Ez a motívum többször is megismétlődik, de sosem érződik túl soknak vagy fárasztónak. Ez annak is köszönhető, hogy nincs semmi elsietve vagy elkapkodva, a legtöbb dolog egész szép tempóban alakul ki és mindenre hagy időt. A negatív dolgokról se feledkezzünk meg. A történet sajnos nem nyújt semmi igazán újat, és nincsenek benne nagy fordulatok, szóval aki többre vágyik, az nem biztos, hogy jó helyen keresgél. Az iskolák összeolvadása, a történet fő fókusza, nagyjából eltűnik az ötödik rész után, ami kicsit hirtelen jön. Ezzel nem is lenne baj, de szinte sosem térnek vissza erre a témára, és kicsit feleslegesnek tűnik ez az egész. Van egy véleményem szerint kifejezetten buta rész a sorozatnak, amiben egy macskapárt neveznek el két szereplőről. Az egész felesleges volt és béna dráma jelenetek születtek ebből. Szerencsére ez csak kis része volt a sorozatnak, a dráma többi része pedig jó. A karakterek nem túl kiemelkedők, de ezt nem mondanám feltétlenül negatívumnak, ugyanis rosszat sem tudok mondani róluk. Elég, ha csak annyit mondok, hogy mindannyiuk szerethető. Kivéve Sana, aki az első három epizódban tök normális, a negyedik részben pedig hirtelen elkezd ellenségeskedni Shingóval, és belerúg párszor, csak mert nyilván annyira vicces. Mellesleg kiderül nem sokkal utána, hogy ja, egyébként Sana utálja a fiúkat. Mi? Shingo viszont egész szimpatikus. Nem ez a tipikus töketlen főhős, könnyű vele azonosulni. Segítőkész, őszinte, gondol másokra, sőt, még barátnőt is szerez, ami nem kis teljesítmény egy ilyen típusú animében. A műfajon belül több animének kellene követni ezt a példát. Minden lány kap némi figyelmet, így egyik őket sem éreztem túlzottan hanyagoltnak. Az viszont nem kifejezetten tetszett, ahogy az egyik lány szála hirtelen és minden ok nélkül megszakadt a hatodik rész után. Részletekben nem megyek bele, ugyanis nem szeretek túl sokat elárulni egy-egy animéről, de örültem volna, ha ez nem marad ennyiben. Az opening a mai napig nagyon tetszik, remekül felvezeti az anime alap hangulatát. A zenék és a szinkronok terén minden stimmel. Érdemes tiszta lappal neki kezdeni és eldobni az előítéleteinket, ha úgy döntünk, hogy adunk neki egy esélyt. Nem halmoz fel fölöslegesen kliséket és nem próbál többnek látszani, mint amit. És ez nem baj, ugyanis a műfajon belül ez meglepően friss élményt nyújt. Nem kell valaminek forradalminak lenni ahhoz, hogy élvezhető legyen. A karakterei átlagosak, de többnyire szerethetők, a romantika és a dráma is mind a helyén vannak, a hangulata pedig nagyon kellemes. Ez az anime nagyon jó példa arra, hogy milyen egyszerű, mégis hatásos dolgokkal lehet kiemelkedni a romantika és harem animék rengetegéből.